Újból tízezrek követelték egy civil kormány létrehozását vasárnap, a szudáni fővárosban és más városokban is. Az országos tüntetéseknek legkevesebb 7 halálos áldozata van, és több mint 180 ember megsebesült a hatóságok hivatalos közlése szerint. A csapatok feladata, hogy megvédje a tüntetőket az ifjúsági központ és az egészségügyi főhadiszállás előtt, de nem bízunk a vandálokban. Vannak orvlövészek, akik lövöldöznek az emberekre. 3 katonát és 5 vagy 6 civilt lőttek le, mondta az országot jelenleg irányító átmeneti katonai tanács helyettes vezetője. Ismeretlen fegyveresek a tömegbe lőttek Kassala városában. Az emberek szétfutottak a golyózápor elől. Az országban blokkolják az internetet és lezártak több hidat. A hadsereg 3 hónapja távolította el a hatalomból az országot csaknem 30 éven át irányító elnököt. A szudáni pártok és civilek azóta követelik, hogy a hadsereg egy civil kormánynak adja át a hatalmat.